Himalájában nincs háborús veszély, írja a háromszék független napilap. Erre kommentel kedves Gyuri, azt írja. A kancsi matróz jól megnyugtatta a furcsa balkáni szára lakosságát. Szára itt románul azt jelenti, hogy ország. Nincs háborús veszély. Talán lett volna? Talán lemaradtunk valami nagyon fontosról? Ha egyáltalán szóba is került volna egy háború, vajon ki ellen lépett volna fel fegyveres ez a sajátos állam? Mivel NATO tagállam vagyunk, minden bizonyal Oroszországra indultak volna a dicsőséges román hadak. Itt idézőjelben a dicsőséges román hadak. Saját bevallásuk szerint a román seregek körülbelül fél óráig lennének képesek küzdeni az oroszok ellen. Ez lett volna a 30 perces háború. A lakosság nagyobb része észre sem vette volna. Mindegy, Bacsécku megnyugtatott mindnyájunkat, hogy elszállt a 30 perces háború veszélye. Hiába kongatta a román politikum a vészharangukat. Hiába fogalmazta meg a román törvényhozás, az általános mozgósítás szabályai. Bacsécku magyarázkodásából az is kiderült, hogy a moldovai köztársaság annektálását is elhalasztották. Nem ismerhetjük a bukaresti államfő mostani pacifizmusa okát. Tény, hogy a múlt héten amerikai katonai szakemberek vizsgálták a Románia fölé is kiterjesztendő rakétapajzs állapotát. Miközben tárgyalásokat folytattak román szakemberekkel, politikusokkal. Nem tudhatjuk, miről beszélgettek. Újabban Amerika orosz ellenes kirohanásai is enyhülni, irányt váltani látszanak. Az USA és Oroszország közösen ítélik el az ukrajnai történéseket. Az ukrán kormány teszik felelőssé a rendbontásukért, a vérontásért. Háttér tárgyalásai során megegyeztek volna Ukrajna békés felosztásán. A jelek erre utalnak. Ezt írja a kedves Gyuri. Gyula azt írja, Bösze pont az ellenközét állítja, mert igenis nagy a veszély, hogy az egész nem csak egy polgárháborúvá alakul ki, hanem átmegy a harmadik világháborúba, mivel hogy Putin tisztán kijelentette, hogy nem fogják hagyni az orosz ajkúak gyilkolását Ukrajnában. Amerika pedig minden áron azon dolgozik, hogy valahogy kiprovokálják ezt. Amerikának fontos, hogy valahova tudja vinni a sok katonát Afganisztánból, és újabb fegyvereket tudjon eredni egy újabb háború által. Bösze, itt Böszészkre utal, Bösze, persze, hogy mocskolja Moszkvát, mert más nem szabad neki mondani, amivel hogy a NATO irány elveit kell kövesse, mint NATO tagország. A genfi egyezkedésből az ukrán politikai vezetés nem tartott be semmit, sőt, még ellene is tett azáltal, hogy a fasiszta jobboldali fegyvereseket hivatalosították azért, hogy ne essenek a terrorista pecsét alá, amit Genfen állítottak, hogy le fogják szerelni. Az amerikaiak pedig azon dolgoznak, hogy Európát lerombolják és tönkretegyék, hogy ne legyen többé konkurensük az európai gazdaság a németekkel az élen. A sok idióta európai politikus vakon követi az amerikai parancsokat. Most már végre kibújt a szeg a zsákból, és mindenki világosan láthatja, hogy az EU politikusai nem a népet képviselik, hanem Amerika. Sajnos nincs, aki segítsen a nagy konfliktusba moderálni, mert minden európai politikus csak az amerikai parancsra hallgat, és végül Oroszországot bele fogják sodorni egy nagy háborúba. Azt írja az újság, hogy Székelyföld autonómiájáról tárgyalnak, és hogy Szepszüsze Györgyön megjelent háromszéken Kendra Pácsi, Amerika Egyesült Államok bukaresti nagykövetségének emberi jogokkal foglalkozó politikai ataséja. És Tamás Sándor, tanácselnök, valamint Antal Árpád Szepszüsze György polgármestere fogadta a vendéget. Még amerikai látót is kitűztek a népület omlulatára. Képzeld el, milyen pátor emberek ezek. Azt mondja, az emberek így kommentelik ezt az egészet. Trovácsek. Már régen mondtam volt többször, hogy a székely zászló mellé ki kell tenni az USA, orosz, német, japán, kínai, brit zászlókat. És persze a magyart is. Nalám akkor levetetik-e, van-e messzük? Ha igen, akkor értesíteni az illető országokat, hogy ebben az országban miként tekintenek az illető ország lobogójára? Miért nem lehet megtenni ezt? Jó fiúk akarunk maradni a Dümbovica parti elnyomok szemében? És apropó, mit mondott az amerikus attasé a felvetett problémákra? Kedra Pacsi meg csak bölcsen hallgatott, kérdez egy másik kommentelő. Azt mondja Ferenc, vajon az USA-nak kell panaszkodnunk? Nem inkább Brüsszelben verni az asztalt? Erre válaszol Gyula. Mert nagyon érdekes eset az, hogy egy ilyen fontos személy ide ellátogatott, és meghallgatta a panaszainkat, na ez nagy dolog.